Sziasztok, Szín Ervin vagyok, a BKV ZRT járműműszaki osztályának gépjármű fenntartási technológusa. Kérlek, nézzétek meg a vlogomat! Ben kezdtem el a BKV-nál dolgozni, mint autóvillamossági szerelő, miután elvégeztem a szakmát, majd itt a délpesti divízióban kaptam munkát. Ez idő alatt sikeresen elvégeztem az Óbudai Egyetemen egy mechatronikai mérnöki szakot, levelező tagozaton. Ebben az összes főnököm és vezetőm mindig támogatásomban volt. Mindig is érdekeltek a buszok és azoknak a műszaki megoldásaik. Jelen pillanatban közel 1000 autóbuszt üzemeltetünk, és ezeknek az autóbuszoknak a műszaki karbantartása, szervizelése, technológiájának a előkészítése tartozik a feladataink közé. Egy napom rendszerint úgy zajlik, hogy reggel áttekintem a teendőim, egyeztetem vezetőimmel az aktuális feladatokról, majd látogatást teszek a területen, ahol az éppen aktuális projekttel kapcsolatosan elvégezzük a szükséges méréseket és vizsgálatokat. Itt nagy vonalakban az történik, hogy a járműgyártók által kiadott karbantartási technológiát integráljuk az általunk alkalmazott karbantartási technológiába. Ez sok esetben szigorúbb előírásokat is tartalmazhat, mint például az olajcsere periódusok. Korábban csak korlátozottan álltak rendelkezésre hiteles, kézzelfogható adatok a trolibuszok pontos típusára jellemző energiafogyasztásról. Kiemelten fontosnak tartjuk gépjárműveink energiafelhasználását, ezért tavaly nyáron elvégeztük a trolibuszaink energiafelhasználásának felmérését. Továbbá foglalkozom még motorolaj vizsgálatokkal. Az üzemeltetett divíziók motorjainak műszaki állapotáról számos hasznos információt kaphatunk a rendszeresen elvégzett vizsgálatokból. Ezt úgy tudnám meghatározni legkönnyebben, hogy olyan, mint egy vérvétel, mely segítségével a páciens egészségi állapotáról kaphatunk egy pontosabb képet. Na ugyanezt történik a motorokkal is. A kapott eredményeket kiértékelve, akár egy komolyabb, költséges meghibásodás is előrejelezhető. A motorolajban ilyenkor különböző kopásfémeket, koromtartalmat, valamint a hűtőfolyadék jelenlétét is vizsgáljuk. A karbantartások alkalmával diagnosztikai, számítógépes vizsgálatokat is végzünk. Feladataink között szerepel a gumiabroncsok műszaki vizsgálata is. Közlekedés biztonsági szempontból ez egy kiemelkedően fontos alkatrész, ezért kiemelt figyelmet érdemel, hogyan viselkedik a napi üzemeltetés során. Rendszeresen ellenőrizzük az állapotokat, valamint a nyomásukat és profilmélységeket is ellenőrzünk, amiből kimutatásokat tudunk előállítani. Napi feladataink között szerepel közbeszerzési eljárások műszaki specifikációjának meghatározása, valamint a benyújtott ajánlatok műszaki értékelése. Társaságunknál az zökkenőmentes alkatrészellátást a partnerekkel kötött szerződésekkel tudjuk biztosítani. Így előre tervezhetően gondoskodhatunk a szükséges alkatrészek biztosításáról. A területek megfogalmazzák az igényeiket, mi előkészítjük a műszaki specifikációt, majd a beérkezett ajánlatokat műszaki szempontból értékeljük. Partnereinkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Így tájékozódhatunk az újdonságokról, és újabb kapcsolatokra tehetünk szert beszállítóink és partnereink révén. A járművek és azok műszaki megoldásainak fejlődésével egy folyamatosan változó munkakörnyezetben kell helytállnunk. Szakmai fejlődésem folyamatos, és jól érzem magam ebben a környezetben. Így 17 év távlatából is kijelenthetem, hogy igazi karrier utam van. Szakmunkás tanulóként kezdtem a cégnél, és jelenleg diplomás mérnökként dolgozom a társaságnál. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is!